Fél egyig vagyok a munkahelyemén éjjel. Hol dolgozik? A Wertheimben, Dunaszerdein. Ott leütöttem a kartyamat és elindultam hazafelé. Fél egy után 7-8 perccel érettem haza. Körülbelül 7 percig tart a út, még hazaérek, ha nincs forgalom. Most egyébként munkaképes? Most nem vagyok munkaképes, abszolút orvosokhoz járok, kontrollára és kezelésekre. Leraktam a gyerekeknek a jégeket, ott szoktam. Majd utána elmentem át, hogy rakjak a kazánra. Megraktam a kazán, megfordultam, visszajövök. Addigra visszajöttem, hallottam ott a fél útban, hogy valami zördent a kocsi. Az itt nem, hogy ráengedett a kocsi a jégekre, hogy most már leengedhetem a kéziféket, mert reggelre befagy és a kentóból leközlekedni. Nyitottam ajtót, leengedtem a kéziféket. Becsuktam, bezártam, ad léptem volna be a házba, akkor éreztem egy erős pufonást a fejemre, amit ő földre estem rögtön. Utána még kaptam a fejemre, és hogy főtettem a kezemet, akkor eltörte a ujjamat. És mikor még ütötte továbbra a hátomat, elfordultam oldalra, hogy ki az, vagy miért van ez a fájás rajtam, és hogy ránéztem. Láttam, hogy valaki vascsővel ütlege. Fölugortam és megtaszítottam, dulakonni kezdtünk. Kitaszítottam oda a útszélére, ahol villám volt. Belevilágított arcába, és a dulálkodás közben lerántottam arcáról a sálot. És akkor még ismertem a támadómat. Egyértelműen tudtam, hogy ki az. Mit mondott neki? Nem, ő nem mondott nekem semmit. Én annyit mondtam neki, hogy ha megint te vagy itt, miért verekedő vascsővel meg akarsz ölni, hagyon akarsz csapni, kiabáltam rá egyfolytában. És aztán dulakodtunk. Majd odébb kerültünk. Ott mikor elhajultam, akkor szikrázott aszfalton a cső, ami már ütött. És mikor megfordultam, neki mentem, akkor elkaptam, hogy megütöttem a nyakát először, és utána elkaptam a csövet a kezéből, kirántottam, de enyémből is kiröpült a cső. Utána leestem a földre, és elkezdtük keresni a csövet, hogy hova esett a cső. Csak én annyira víres voltam, hogy törültem arcom közbe. És mikor megtalálta a csövet, már hallottam, hogy zörrenik a cső, akkor megnéztem, én akkor a földön feküdtem, és megnéztem őt, hogy hol van, és hogy fölnéztem oldalra, akkor kaptam ide a halántékba ütést. Attól visszaestem a földre, de még mindig magamnál voltam, és néztem, hogy ő mit csinál tovább. Utána fölöltözött, visszaigazgatta magáról ruhát, meg a többi dolgát, és aztán indult gyalog a út fele. Én még bejöttem segítséget hívni. Közben a feleségemnek szóltam, hozzon törő között, hogy törüljem le a víres fejemet, mert nem láttam, annyira víres voltam. A telefonom is víres volt. Ide kezdtem el törőgetni, de nem láttam, mert annyira víres volt. Utána a lábomba törőgettem, és akkor láttam, már tudtam segítséget hívni. Engem elvitt a mentő. Aztán engem Pozsonba operáltak, platinákot raktak ide a halántékba, szemem maradt. Most nagyon rosszul van a fejemnek, nem érzem ezt a negyedit. Fülem súg, fejem fáj, vállom az nem áll meg, és még szemorvos nem látok, van egy fekete pont itt oldalt kicsi, és nem látok tisztán a szemeimre. Először kezdődött a egyikkel rögtön, és most még a másik is úgy romlik, mint ahogy emesz. Nem látok tisztán. És azon kívül még orvosokhoz járok. Még szemorvos, neurológ, pszichiátria. Másta volt itt az esetnek a rekonstrukciója. Ez hogyan zajlott? Elmutatott mindent, ami akkor történt? Igen. Elmutattam elejtő végig, ahogy volt az egész. Azt úgy, ahogy bent fölvetik a jegyzőkönyvet, azt ugyanúgy itt el is mutattam. Miért történt az egész? Sokat oldanom, már az egyértelmű, hogy a választásokból kifolyólag van az egész. Ezt mindenki tudja, mert előtte én voltam, mint tanú, kihallgatva. Ustavný súd itt volt Szerdáján, a Ustavný súd rója bíróság, és itt voltunk kihallgatva. És én, mint tanú, úgy jelentem meg ott. Háromszor, négyszer fölkelek ilyen, föliedek. Magam előtt látom arcát. Féllek. Mit tudok erre mondani? Aki ezt áttíti, szerintem, aki áttíti, mindenki féne. Biztos.